Köztisztviselői nap a megyeházán, ma elismeréseket kaptak, péntektől pedig béremelést a járási és a kormányhivatalban dolgozók. Krumpli, medgy és barack, már van hazai zöldség gyümölcs a piacon, de még drága. Újra kattant a bilincs, fél év alatt már második alkalommal vette őrizetbe a rendőrség a Bakta Lóránd házi férfit, akit drogkereskedéssel gyanúsítanak. Jelentősen 30-50%-kal emelkedik a járási hivatalokban dolgozó kormányzati ügyintézők bére július 1-től. Erről a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár beszélt a megyeházán megtartott köztisztviselők napján. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Danku Csaba hozzátette, a következő lépcsőben január 1-től a megyei kormányhivatalok munkatársai számíthatnak jelentős fizetésemelésre. Évek óta nem látott jégverés pusztított múlt kedden Rozsájon és környékén. A légi felvételeken látszik, hogy szinte minden ház károsodott. A helyreállításban a katasztrófavédők mellett a helyi járási hivatal munkatársai is segítkeztek. Ezt is kiemelte a köztisztviselői napon Kozma Péter kormány megbízott. Sajnos ugye a múlt héten a Rozsájt és más településeket jégkár ért, és azt kell mondanom, hogy a járási hivatal építésügyi hatóságának munkatársai a lakóépületben okozott károkat 3 nap alatt felmérték, és ennek a felmérés eredményeként a jelenlegi becsült kár összegét a központi kormányzati szervek felé tudtuk továbbítani. Ez nagyon fontos, tehát a gyorsaság, szakszerűség az emberek érdekében. Rég várt lépést tesz most a kormány a közigazgatásban dolgozókért, mondta a köztisztviselők napi ünnepségen a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár. Egy több lépcsős béremelés következik. Július 1-től a járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők közül a kormányzati ügykezelők és ügyintézők 30-50%-os béremelése fog megvalósulni. Következő lépcsőben január 1-től a megyei kormányhivatalok munkatársai esetében várható egy ugyancsak jelentős béremelés, és majd a sor végén a minisztériumokhoz fog elérkezni ez a béremelési hullám, ez a béremelési cunami, akkor majd a minisztériumok és a központi hivatalok szervezetében dolgozó munkatársak illetményemelése kerül majd szóba. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke méltatta a köztisztviselők áldozatos munkáját. Sesták Oszkár szerint felkészülten látják el feladataikat, ami érezhető a mindennapokban. Idén 11 köztisztviselő kapott díjat, bár minden évben egyre több felterjesztés érkezik a tagozathoz. A teljesítmény alapja az, hogy a tisztviselő tudjon és akarjon is dolgozni. Ennek szellemében 2002-ben alapítottuk meg ezt a díjat, a Magyar Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozata, melyben a megyében dolgozó és élő a közigazgatásban jeles személyiségeket tüntetünk ki. A közigazgatás átalakítása 2010 óta folyamatos. A megyében eddig 23 kormányablak nyílt, és létrehoztak 13 járási hivatalt, hogy az emberek helyben, gyorsan és egyszerűen intézhessék ügyeiket. A tapasztalatok szerint a rendszer átalakítása hatékony munkavégzést eredményez, még katasztrófa helyzetben is. Öngyilkos merénylők lövöldöztek és robbantottak keddeste az isztambuli repülőtéren. Ez már nem az első eset volt ebben az évben. Nyíregyházán is kevesebben keresik ezért a török utakat. Az utazásszervezők azzal ajánlják a tengerpartot, hogy az a fővárossal és Isztambullal ellentétben nem kockázatos. Ennek ellenére a merényletek miatt az olcsó török utak sem kelnek el. Mobiltelefonnal rögzítették a keddesti isztambuli repülőtéri robbantást, a merényletben 36 ember meghalt, 147 megsebesült. Még késő este a légikikötő teljes területét lezárták, a landolásra váró gépeket más törökországi városokba irányították. Magyar áldozatokról másnap sem írtak az internetes portálok. Szerencse, hiszen a turisztikai szezon derekán járunk. A korábbi években kedvelt utazási célpont volt Törökország, de az idei robbantás sorozatok miatt jóval kevesebb turista fordul meg a török rivierán. Itthon az utazási irodákban már az idény elején is tapasztalták, hogy a magyarok által is kedvelt Egyiptom, Tunézia mellett a török szállodákba is kevesebben akarnak foglalni.
Nem tudjuk, hogy ez a mostani robbantás milyen hatással lesz a török úti célra, tehát a török rivierára. Azt minden esetre megjegyezném, hogy ugye az isztambuli repülőtér, ez az Atatürk, ahol most is robbantás történt, légvonalban mintegy 500 kilométerre esik a csárterek által használt antáliai repülőtértől. Nem tudjuk, meglátjuk, hogy hogyan alakul a szezon. A térképen látható a két repülőtér közötti távolság. Az utazók többsége viszont lemond inkább a csodás tájról, az all-inclusive ellátásról, és kevésbé kockázatos úti célt választ. Mi is kerüljük azokat a partokat, ahol ilyesmik vannak, tehát Törökországban most biztos, hogy nem mennénk. Inkább a horvát tengerpart, vagy az olasz tengerpart. Párizs sem biztos, hogy úti cél most, tehát ez természetesen szerintem, aki gondolkodik, mindenkinek előre jön, hogy nem szabad most olyan helyre menni. Vagy hát vannak bátrak, be lehet vállalni, mert azért nem folyamatos ez a terrorveszély, de azért jó a körültekintő az ember. Az utazás szervezők is figyelik a kockázatosnak tartott turisztikai célpontokat. Amennyiben egy úti célt a külügyminisztérium nem utazható országok közé sorol, illetve külpolitikai, belpolitikai szempontból azt mondja, hogy magyarok ne utazzanak ebbe a térségbe, vagy pedig saját felelősségükre. Abban az esetben az utazás szervezők szokták engedélyezni, vagy az útnak a lemondását, vagy pedig az utas által egy másik úti célra történő foglalását. Érdemes utazás előtt online regisztrálni a konzuli szolgálat munkáját, ugyanis ez megkönnyíti, ha bajba jut a turista. Bulgáriát idén is sokan választják, és tengerparti nyaralásnál az egyhetes görög utakat is keresik. A szállodákban, apartmanos ellátásban széles a választék. A több gyermekes családok a belföldi nyaralást is kedvelik. Egerbe fogunk menni, majd jövő hónap elején wellnessezni, aztán pedig Hajdúszoboszlóra fogunk menni a hónap közepén. Akkor inkább az ilyen belföldi utakat részesítik előnyben mindenki. Hát igen, a kicsikkel most igen. A nagyobbik 3,5 éves, a kisebbik 1,5 éves, és most így nem akarunk messze menni. Itthon a családok egy hétre, 10 napra, de akár hosszú hétvégékre is elmennek nyaralni, ám összességében utazásra kevesebbet költünk, mint a korábbi években. Egészséges, tiszta és kemény étkezési burgonyát lehet majd csak árulni, ezt is tartalmazza a Földművelésügyi Miniszter új rendelet tervezete, amelyről szinte senki sem hallott még a nyíregyházi búzatéri piacon. Pedig az szinte mindent szabályoz, még a burgonya gumó minimális méretét is. Színes, eladókkal és vásárlókkal teli volt szerda reggel is a nyíregyházi búzatéri piac. Az alapélelmiszernek számító burgonyát ma is sokan keresték. Azonban szinte senki nem hallott még az új rendeletről, amely szabályozza, hogy milyen étkezési burgonyát lehet eladni. A krumplin nem lehet folt, elszíneződés, úgy fogalmaz a rendelet, hogy súlyos torzulás sem. A méretet is szabályozzák, a legkisebb gumó nem eshet át a 35 mm-szer 35 mm négyzetes rostán, új burgonya esetén pedig a 28 mm-szer 28 mm-es rostán. Nem hallottam semmit, nem tudok róla semmit még eddig. Ez mi rajtunk áll? Nem. Úgyis odafent fogják eldönteni, hogy miért árulhatunk, milyen méretbe hozhatjuk, milyen fajtát, hogy kell rendszerezni. Ennek van egy olyan hatóság, aki megállapítja, és mi azt csináljuk, amit kell. A piacokon jócskának ad olyan zöldség és gyümölcs, amit megtépázott a tavaszi fagy, a rossz idő az uborkát is érintette, ám vannak szerencsés termesztők, eladók. Nekünk annyira nem érintette, mert nekünk palánta volt, takartuk fátyófóliával, miért nem fűtünk a fóliába, de most már végül is jó idő van rá, mondjuk ez a nagy szárazság nem igazán jó, de nagyon szép, jó a termés. Én meg vagyok elégedve az árral is, még nincs nagyon lent a békafenekén, úgyhogy még most érdemes megdolgozni érte. 150-200 forint körül lehet vásárolni egy kiló uborkát, persze az ár attól is függ, hogy mekkora és milyen küllemű állagú. Sokan keresik a piacokon a medgyet is, a tavaszi fagyok és a közelmúlt viharos időjárása nem tett jót a gyümölcsnek, várhatóan kevesebb lesz a termés, mint tavaly. A vevőknek viszont jó hír, hogy a medgy egyre alacsonyabb áron vásárolható. A megynek évről évre nagyon nyomott ára van. Még a hét elején 150 forintért vették át az átvevők a megyet, most néztem éppen már 2 napja 140 forint lett. Szára nélkül szedve, amilyen száraz idő volt, nem nagyon lettek szépek a megyek, és nem mindegyiket veszik nyilván át. Megvan ott is határozva, hogy milyen nagyságú legyen. Nagyon sok megy nem éri el azt a
formáját, úgyhogy nem tudnak vele mit csinálni a termelők. A piacokon 200 forint körül kínálják a megy kilóját, a vevők ezt megfelelőnek találják. Ráadásul jó hír a vásárlóknak, hogy egyre több a hazai idény áru. Az utóbbi időszakban egyre nagyobb az őstermelők aránya a piacon, ez körülbelül 70-30%-ra tehető, illetve a vevők segítségére készítettünk minden őstermelőnek egy táblát, amiről könnyebben tudnak tájékozódni, illetve tudják, hogy hol található magyar hazai termék. Az őstermelői tábla így néz ki, amennyiben ilyen táblával rendelkezőtől vásárol valaki, az biztos, hogy hazait kap, például Barackból is, hiszen egyre több standnál lehet már ezt a gyümölcsöt is vásárolni. Van, ahol 450 forintért adják kilóját, de akad olyan is, ahol 600 forintért lehet válogatni a Barackból. Több mint 1 millió forintot gyűjtött az MSZP a Jégkáros út Uszkának. A szabolcsi települést másokkal együtt még múlt héten érte el a természeti pusztítás, emlékeztetett az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján a párt megyei elnöke. Veres János kiemelte, az MSZP szombati országos kongresszusán úgy döntöttek, hogy az érintett települések közül a baloldali Sértő Radics István vezette Uszkát segítik adományukkal. Azt ma adták át a település polgármesterének. Uszka nem túl nagy falu, egy olyan 100 ingatlan van benne, épület, és ebből 77-et, ugye ez egy 77%-os kár volt. Hát némelyiket nagyon komolyan, olyan, én úgy csatszolom, olyan 40-50-nek a tetőszerkezetét teljesen újra kell majd rakni. Hát forintban se kevés, ami az önkormányzati épületekben keletkezett kár, az egy olyan 5,5 millió. A magánházakban a kormányhivatal olyan 30 millióra taksálta a kárt. Szerintem van az 60 is, mert még a másodlagos károk még csak most kezdenek megmutatkozni. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsított családra csaptak le a rendőrök kedden Baktaló rendházán. Apát, anyát és fiút is bevitték. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két héten keresztül a nyíregyházi Bencúr iskola tornatermében edzőtáboroznak az NVSC kardvívói. A fiatalokkal edzőként foglalkozik a szeptemberi paralimpiára készülő Veres Amarilla is. A kerekesszékes vívó a jövő hétvégén indul a Varsói Világkupa versenyen, majd egy rövid pihenőt követően elkezdi a felkészülést Rióra. Csütörtöktől vasárnapig ismét amatőr strandröplabda tornának ad otthon Nyíregyháza. 4 napon keresztül ütik a labdát a 4 fős csapatok a római katolikus templom előtt a 165 köbméter homokból kialakított pályán. Háromszor adta vissza 25 botot és Ludas Matyi Döbrögének a tiszaloki börtönben. Fazekas Mihály örökbecsű darabját adták elő a fogvatartottak a börtönszínházi verseny regionális döntőjében. A szakemberek azt mondják, a játék is segít a szabadulás utáni visszailleszkedésben. Édesanyám! Mi van már a napokó? Édesanyám, meguntam már ezt a Színpadon a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet társulata. Fazekas Mihály Ludas Matyi című darabját adták elő az Országos Börtönszínházi Találkozó regionális versenyén Tiszalökön. A felkészülés több mint egy hónapot vett igénybe, főleg a szövegtanulás, aztán a díszlet és jelmezek elkészítése igényel több időt, mesélte a darab rendezője. A szereposztás egy előzetes casting után közösen dőlt el. Fazekas Mihály születésének évforduló előtt szerettünk volna tisztelegni, ezért esett erre a választásunk, erre a műre. Maga a megvalósítás nem volt egyszerű feladat, hiszen nekünk, felkészítőknek a napi tevékenységünk mellett, illetve a fogvatartottaknak a napi munkájuk, illetve napi rendjük mellett kellett gyakorolni, illetve felkészülni az előadásokra. Minden produkciót 3 fős zsűri értékel, amelynek egyik tagja Frenkó Zsolt, a Pince Színház ügyvezető igazgatója. Ő kiemelte, más egy professzionális előadás, és más egy olyan hobbiból készült színházi darab értékelése, ami egy terápiaként működik az intézeten belül. Mi, akik mászkálunk a hétköznapi világban, nagyon sok szerepet veszünk magunkra tudat alatt. Tehát a hétköznapi ember nem bújik be ezekbe a szerepekbe szándékosan, nem készül föl, amikor bemegy a közértbe a vásárló szerepére, de azért akkor ő a vásárló szerepében kommunikál a pénztárossal, az eladóval, és ezeket a szerepeket váltogatjuk napközben nagyon sokszor. Az utas szerepe, a
közlekedési eszközön, a családanya szerepe, amikor hazamegy és a gyerektől megkérdezi, hogy kész van-e a leszkével, vagy hol szánkózott délután. Nagyon sok szerepben fordul meg a hétköznapi ember. Itt bent ez egy kicsit nagyon leszűkül, tehát ez egy nagyon hasznos, pszichikailag mindenféleképpen hasznos, és nagyon fontos, hogy némi sikerben legyen részük. Az Országos Börtönszínházi Találkozó 3 éve indult útjára. Az elmúlt években a tiszalökiek kiemelkedő sikereket értek el. 2013-ban volt a magyar büntetés végrehajtásban első ízben, hogy különböző intézetek színjátszó csoportjai egy ilyen megmérettetésen vettek részt, és hát én nagyon büszke vagyok arra, noha bár jól lehet, akkor még nem én voltam a tiszalöki intézet parancsnoka, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen a döntőn, amit Pálhalmár Dunaújvárosban rendeztek meg, a tiszalöki intézet színjátszó csoportja első helyezést ért el a Szent Iványi Álom Mesteremberek című darabbal. A tiszalöki társulaton kívül 3 intézet előadását láthatta a regionális versenyen a zsűriket délelőtt Tiszalökön. Újra kattant a bilincs egy baktalórántházi férfi csuklóján, fél év alatt másodszor vették őrizetbe kábítószerkereskedelem gyanújával. Most feleségét és fiát is elvitték a rendőrök. A gyanú szerint kiskorúaknak is adtak el drogot. Legutóbb áprilisban a Herbal néven ismert kábítószer alapanyagait találták meg náluk. Golyóálló mellényt is felvettek a rendőrök az akció előtt, attól tartottak, hogy fegyver is van a gyanúsítottnál. Kora reggel rontottak a családfőre, lerángatták az ágyáról, és hátra bilincselték a kezét. Aztán átkutatták a lakást, megnézték a tévészekrény alsó polcát, egy dobozból kis zacskóban került elő gyanús anyag. Pénzt is találtak, 5000-eseket, 2000-eseket és 1000-eseket raktak ki egy hangfal tetejére, a 20000-esek pedig az ágyon sorakoztak. A pajtában erre pedig megtaláltak egy lőfegyvert is. Kábítószerkereskedelem büntet miatt vettük őrizetbe egy baktalórendházi család 3 tagját, a családfőt, a feleségét és a fiát. A férfi ellen már korábban 2 hónappal ezelőtt eljárást indítottunk hasonló bűncselekmény miatt. Azóta szabad lábra került, de a nyomozás adatai szerint nem hagyott fel a cselekménnyel, továbbra is kábítószert árult a környéken, többeknek, köztük kiskorú személyeknek is. A házkutatás során egyébként találtunk egy átalakított légpisztolyt is, emiatt külön büntetőeljárást indítunk. Április végén egy ablaktisztítós flakonban olyan anyagot találtak, amelyből herbárt lehetett készíteni. B. Tibort akkor őrizetbe vették, de utána szabadlábra helyezték. Most újra rács mögé kerül a férfi. Két héten keresztül a nyíregyházi Benczúr iskola tornatermében edzőtáboroznak az NYVSC kardvívói. A fiatalokkal edzőként foglalkozik a szeptemberi paralimpiára készülő Veres Amarilla is. A kerekesszékes vívó a jövő hét végén indul a Varsói Világkupa versenyen, majd egy rövid pihenőt követően elkezdi a felkészülést Rióra. Június közepén még Szatmárnémetiben szerepeltek az NYVSC kardozói, akik 6 éremmel tértek haza a nemzetközi utánpótlás viadalról. Elvileg ezzel véget ért a tavaszi versenyidőszak, de a gyerekek nem tették le a fegyvert. A tanév végét követően a szakág napközis edzőtábor szervezett bázisukra, a Benczúr iskola tornatermébe, ahol 2 héten keresztül javíthatják technikájukat az ifjú kardozók. A két különböző héten különböző gyerekek vettek rajta részt, bár volt némi átfedés is, és ez egy olyan tábor, amikor úgy jobban el tudunk mélyülni a részletekbe, és el tudunk bogarászni olyan technikai és taktikai dolgokon, amely úgy versenyszezonban kevesebb az idő. Pákei Béla segítőjeként Veres Amarilla foglalkozik a fiatalokkal. A riói paralimpiára készülő kerekesszékes vívó elmondta, hogy a napi edzések mellett kikapcsolódás számára a gyerekekkel való munka. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Én segédedzőként is működtem itt az NYVSC kardvívó szakosztálynál. Amikor elindult igazából a paralimpiai kvalifikáció, akkor abba hagytam az edzősködést, egy kicsit magamra fókuszáltam. Most úgy volt egy kis idő megint gyerekedzéseket tartani, utána augusztusban megint csak magamra fogok fókuszálni, és szeptembertől valószínű, hogy megint fogok segédedzőként is dolgozni. Veres Amarilla a jövő hét végén klubtársával, Tarjányi Istvánnal együtt elindul a Varsói Világkupa versenyen. Azt követően egy kis pihenő következik, majd elkezdődik a közvetlen olimpiai felkészülés. A párbajtő egyéniben és csapatban induló hölgy Nyíregyházán és Tatán edzőtáborozik majd a játékok szeptemberi rajtjáig. Csütörtöktől vasárnapig ismét amatőr strandröplabda tornának ad otthont Nyíregyháza.
Több európai nagyváros példáját követve 2012-ben Magyarországon elsőként a Szabolcsi megye székhelyen rendeztek strandröplabda fesztivált. Négy napon keresztül ütik a labdát a négy fős csapatok a 165 köbméter homokból kialakított pályán a római katolikus templom előtt. A csütörtöki nyitányon 9 nyíregyházi cég, valamint a megyei önkormányzat csapata méri össze tudását, vasárnap délután pedig az országos profi bajnokság második körének döntői zárják a rendezvényt. Péntek-szombat változás nem történik abban, hogy akkor fog lebonyolódni természetesen ez az amatőr strandröplabda bajnokság. Pénteken este találkozunk a sportolókkal, ők fognak 8 órától egy hatalmas sót csinálni, reméljük a pályánkon. Szombaton pedig kicsit tovább lesz maga az amatőr strandröplabda bajnokság. 21 és 22 óra között szeretnénk azt, hogy villanyfényben legyen már a döntő, mert ez egy óriási happening, hihetetlen csapatok jelentkeztek, úgyhogy nagyon nagy mérkőzéseket várunk, és utána a városnak a lakói feljöhetnek a pályára és játszhatnak. Vasárnap lesz a Hübner Champions, várjuk a barátainkat, a nagy cégeket, akikkel már évek óta nagyon jó viszonyban vagyunk, és hatalmas mérkőzéseket játszunk a vasárnaponként. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Jelentősen 30-50%-kal emelkedik a járási hivatalokban dolgozók kormányzati ügyintézők bére július 1-től. Erről a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár beszélt a Megyeházán megtartott köztisztviselők napján. Danku Csaba hozzátette, a következő lépcsőben január 1-től a megyei kormányhivatalok munkatársai esetében várható egy ugyancsak jelentős fizetésemelés. Egészséges, tiszta és kemény étkezési burgonyát lehet csak árulni, ezt is tartalmazza a fölművelősügyi miniszter új rendelet tervezete, amelyről szinte senki sem hallott még a nyíregyházi búzatéri piacon. Pedig az szinte mindent szabályoz, még a burgonya gumó minimális méretét is. Újra kattant a bilincs egy baktalorrendházi férfi csuklóján, fél év alatt másodszor vették őrizetbe kábítószerkereskedelem gyanújával. Most feleségét és fiát is elvitték a rendőrök. A gyanú szerint kiskorúaknak is adtak el drogot. Legutóbb áprilisban a Herbál néven ismert kábítószer alapanyagait találták meg náluk. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 29-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk Önöket. Hírekért és videókért addig is böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön tovább melegszik időjárásunk. A Kárpát-medence fölé továbbra is száraz, egyre melegebb levegő érkezik. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, visszatér a kánikula. Éjjel többnyire derült lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Időjárási front nincs fölöttünk, de a magasban zajló melegedés miatt melegfronti tüneteket tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Extrém erős UVB sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. A következő napokban is sok napsütésre számíthatunk, de a nappali gomoly felhőképződésből elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen várható csapadék. A jövő hét első felében azonban ismét napos, száraz idő lesz a jellemző. Eleinte tovább erősödik, majd vasárnaptól néhány fokkal gyengül a nappali felmelegedés.